November 8 -a, Hol van a testvéred? Mai igénk Mózes első könyve negyedik fejezetének tizedik verse. De az úr így szólt. Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymással. Aki elszakad Istentől, az szembe kerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina. És a testvérgyilkosság után Isten kérdezi Kaint, miért kerjedtél haragra? Mert az, hogy agyonütötte a testvérét, ezzel kezdődött. Halmozódik a szívben a keserűség, irítség, féltékenység, és egyszer csak az jut eszünkbe, ha ő nem lenne, nekem könnyebb lenne, több jutna, boldogabb lennék. Aztán a harag gyűlöletté válik, előbb gyűlik az emberben, aztán ölni kezd, s végül egy kritikus pillanatban ölet. Aki idejében nem veti ki magából a haragot, könnyen az ördög játékszere lesz, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Jézus azt mondta, hogy nem csak késsel, fegyverrel lehet ölni, hanem szóval is, és aki haragszik testvérére, az is olyan büntetést érdemel, mint aki megöli. Hol van a testvéred? kérdezi tovább Isten. És valóban, hol vannak a magzataid, gyermekeid, házastársad? Tudod, hogy ki hol van most, s miért került oda? Hol van a szomszédod? Emberi kapcsolataink rendbetételére bátorít ez az ige. Mit tettél? kérdezi Isten. Olyan sokan úgy élnek, hogy nem tudják, mit cselekszenek. Jézus nem véletlenül imádkozott így a kereszten, atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ábel vére az égel kiált. Van-e erre a bűnre bocsánat? A Biblia meghökkentő válasza ez, van. Miért? Mert valaki másnak is kiontották a vérét áltatlanul, és az is az égel kiált. De Jézus vére kegyelemét kiált, s ő érte Isten minden gonosságot kész megbocsátani. Már ma kérhetjük ezt teljes bizalommal.